Azt a macskos kúra eget, gyerekek! Én már nem tudom, mióta várok, hogy meglegyen ez! Hosszú várakozás után végre megvan az új számítógép. Hát gyerekek, ez egy hosszú út volt, mire én ezt megszereztem, de most már végre itt van az új házunkban, és ugyebár az én kis aprócska szobámban. A helyzet az, hogy még nincs bekötve az internet, szóval még egyelőre nagyon nem tudom használni a számítógépet. Annyira tudom, hogy pár single player játékot már letöltöttem, és arra gondoltam, hogy ebben a videóban akkor megnézzük, hogy azok milyen szépen muzsikálnak. Három darab játékról van szó. Felraktuk a Crysis 2-t, még annó unokatesókkal, meg Doom 2016-os, illetve a Rainbow Six. Hát a Rainbow Six nyilván nem multiplayerben, mert nincs net, de a szituációkat el tudom indítani attól függetlenül. Úgyhogy ezeket fogjuk megnézni. Felvelő probléma, hogy mindig nincsenek a gépem, sok minden nincsen még rajta, majd idővel korrigálom. Úgyhogy ja, majd igyekszem valami olyan állásba rakni a kamerát, hogy normálisan lehessen látni, hogy mit produkál a számítógép. Úgyhogy ja, vágjunk is bele. Kérdeznétek, unokatesom vette nekem. Én csak annyit kértem tőle, hogy figyelj már, van, szeretnék rakni egy egérpalot az egér alá, mert ez az új számítógép asztalnak nagyon érdes, ugyebár a felülete, és nem fog annyira jól csúszni. Valami egész jó, nem kell túlzárba esni, minden. Hát önnak a testvére mit erre? Ő azt mondta, hogy nem fog szart venni nekem, sőt, azt mondta, hogy ő biztosra fog menni, hogy ne elegendő legyen az egér hely, az egérnek a helye. Azt tett egy ekkorát. Azt a kurva. Hát szinte az asztalomat félig betelíti. A problémám nincs vele igazából, én nagyon örülök neki, hogy ilyen szép nagyot vett. De az a helyzet, nem feltétlenül fogom én ezt kihasználni, mert nem szoktam olyan nagy... Nem szoktam hozzá, hogy ilyen nagyon nagy területet használom. De majd nyilván ez még úgy is alakulni fog, ugyebár, hogy lesz a legoptimálisabb nekem. De mindegy. Sziasztok srácok! Itt vagyunk. Hát nem tudom, mennyire látjátok. Ezben nagyon sokat szenvedtem, hogy nagyon nagyobb beállítottam. Alapvetően minden nagy részt high-on van, az advance-nél állítottuk be ugyebár ultra-ra. Nem nagyon nézegettem, hogy volt-e, vagy nyilván csak annyit csináltam, hogy beállítottam ultra-ra, és látjátok fölül, mennyi látjátok a játékban is. Már amennyire 80-85-86 FPS az egész. Teljesen jó. Egyszerűen eszméletlen, amit ez még az a ját, nem tudom beszélni. Szóval eszméletlen, amit képes csinálni ez a számítógép. Nagyon brutális ennek a teljesítménye. Még ezerszer jobb, mint amire számítottam. Szóval, mint látjátok, 90 FPS és 100-ra is fölmegy lazán, meg se kotja neki alapvetően. Teljesen jó. Szóval nem tudom, hogy mennyire jó működőbe esélye járni. Na jó van, lépjük szerintem a következőre. Na itt vagyunk az újabb. Játéknak a pár. Ez pedig a Rainbow Six Siege. És itt egy grafikban csak egy random beállítottam az ultrát. És itt most azt mondjuk megnézni, hogy ennek hogy megy a dolog. Hát igazából ezre vártam a legjobban, hogy végre normálisan tudjak Rainbow Six-ezni. Mert a laptop az nem éppen tudta kielégíteni ezeket a lehetőségeimet. Elindult, csak kurva szarú. És nem tudjátok mondani, hogy mennyire nehéz ott úgy játszani. Meg frusztráló. Nagyon jó érzés végre úgy játszani, hogy nem kell ilyen FPS problémák miatt aggódni. Tényleg. Meg se kotjön neki. Na, itt is látjuk.
106 FPS, 107. Nem különösebben okoz neki problémát. Aztán felbontásban is szerintem mindegyiknél a legnagyobbat raktam föl. Legnagyobbat tettem ki. Ez is fontos egy ilyen tesztnél. De én ugyanúgy mindegyiknél a legmagasabbat állítottam be. És teljesen jó. Kicsit nyilván kicsit nehéz játszani, hogy nincs füles. A dugnál is kicsit érdekes volt a dolog. De alapvetően ez így teljesen jó. 120, 125. Nincs fel probléma. És akkor a legvégére hagytam így a hát legkevésbé érdekes játékhoz, ugye van a Crysis 2. Igazából abból szempontból kevésbé érdekes, mert nyilván ez már jóval régebbi játék, de nyilván akkor is unokatestvérekkel kíváncsiak voltunk, hogy még produkál a játék, így ultrán, minden. Látjátok, 60 FPS megvan, nyilván ráesik néha egy 57-re, de igazából teljesen játszható. Igazából annyira nem szoktam ezek miatt már kukatoskodni, így a felagapó szempontból az végében mennyit szenvedtem ezek az FPS-ekkel. Így annyira nem nagyon szokott engem zavarni az, hogyha most nincsen meg 80 FPS meg minden. Szerintem ez egy teljesen játszható. Nyilván, hogyha felvételre kerülne a sorot, az lehet, hogy már viszont problémásabb a helyzet. De így alapvetően teljesen jó. Így ultrán így viszi. Alapvetően megvan a 60. Nyilván majd az is egy érdekes dolog lesz, hogyha majd fővesznek, próbálom őket fővenni, akkor milyen teljesítményt tud majd nyújtani. Szerintem nem lesz nagyobb probléma vele, de hát max annyi, nem ultrán fogom majd játszani a videót. De azon kívül szerintem komoly probléma nem merült föl. Most is 60, igazából 66, 60 fölé is emelkedik néha. Nyilván azért, hogy robbanáson vagy valami, akkor leesik ott fel szerintem. Közben mindjárt meghalok. Igen, ez visszaesett. De tényleg teljesen jól lehet játszani. Tök jó lenne, meg nem halnék, de a puzi meg mit keresett. De ja, így működik a játék, teljesen jó. Meg is hatam. Estünk véget itt ennek. Úgy még éreztetésképp megmutatom alapvetően, hogy milyen rohadt gyorsan bekapcsol a gép. Szépen beindul. És kész. És működik. És lehet használni. Ennyi. Jó, nyilván még sok minden nincsen rajta. Tehát még eléggé felszabadult még a számítógép abban a szempontból, de a laptopok se tűnt be ilyen gyorsan, hogyha semmi nincs rajta. Ez zseniális, amit képes. Tudja? Patent minden szempontból. Végszóként így láthatjátok, hogy végre megvan ugye az új számítógép. A helyzet az, hogy maga az internet bekötés az majd csak jövő héten fog úgy tűnik megtörténni. Addig nyilván most nem tudom olyan szinten használni a számítógépet se. De amint ugyebár megérkezik az internet, hát nagy eséllyel akkor indulnak majd ugyebár a videók is. Esélyes egyébként, hogy most itt több gameplay videó is fog előjönni, mert hát most nagy a hév. Nyilván ki akarom próbálni, hogy egy felvétel mellett is ilyen szépen produkál a számítógép. Nyilván ki fog derülni. Nagyon várom, hogy lássam ennek a teljesítményét ebből a szempontból is. Tudja, nyilván filmezés terén is azért sokat tud segíteni nekem. Hát faszom ki, nem tudok beszélni. És igen,
sokkal egyszerűbb lesz nekem ebből a szempontból. Vágni is egy a videókat, lerenderelni is a többi. Úgyhogy ja, további szép napot mindenkinek. Sziasztok!